az első könyvünk az az adventi krimikádak. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a harmadik közös adventi videónk lesz, és most nem csak Emma van itt velünk. Sziasztok! Hanem van egy Istink is. Isti, mutatkozz be. Sziasztok, Isti vagyok. Ennyi röviden. Vagy a hosszabb verziót mondjuk? Isti a Millennial Falcon fedélzetéről ugrott át hozzánk. Így van. Majd le lesz linkelve. Amúgy nekem leírásba. Miért nem szóltatok, hogy a dresscode az sötét pulcsi? Rikítok itt a szélén. Szeretnéd, hogy átöltözzek a világos pulcsimba? Nem. Azért már azt szerettük volna, hogy kilógj. Mert mi vagyunk egy íresek, tudod. És a mai adventi videónknak az lesz a témája, hogy karácsonyi hangulatteremtés. Könyvekkel, filmekkel és játékokkal. Itt Isti a gaming expertünk. Mert ugye Millennial Falcon egy gaming podcast. Igen. Hogy így kiegészítsük a dolgot. Igen. Kezded el ma, vagy? Kezdjem én. Kezdjette. Mivel kezdem? Hát ott van előtted egy könyv. Na jó, akkor menjünk így sorrendben. Könyvek, filmek, játékok. Mit szóltok? Jó. Könyvek. Első könyvünk az adventi krimik Agatha Christie-t. Az első könyvünk... Tehát az első könyvünk az az adventi krimikádak. Az első könyvünk... Az első könyvünk az az adventi krimikádak. De mit innen? Mit innen? Jó vagy? Már itt akarom, amíg megjösszik. Az első könyvünk az Agatha Christie-től az adventi krimik, ami egy ilyen kis gyűjtés, gyönyörű borítóval. Hát ebben igazából ilyen nagyon kis rövid sztorik vannak. Nem tudom, hogy egyébként úgy vannak kivéve hosszabb történetekből, de én ahogy olvastam, én úgy gondolom, hogy azok ilyen egyedülálló kis novellák. Kis hangulatos egyébként. Mindegyikben éppen karácsony van, vagy valami köze van a karácsonyhoz, és gyönyörű a borítója. És Agatha Christie-vel nem nagyon lehet mellélőni. Beza. A következő, ez a kis picike, Dr. Seuss, úgy kell kimondani talán a nevét, től. Igen, szóval Dr. Seuss-tól a Grinch, és azt hiszem most már magyarul is van ilyen... Görcs. Az a címe, igen. Ez a magyar címe. De van belőle, az eredeti, van belőle már egyébként újrafordítás, tehát most már megjelent Grinch címen is, csak fura volt, hogy nem látok. Ez egy olyan könyv, amit mi Emmával minden karácsonykor újra szoktunk olvasni. Én tőle vettem át a hagyományt, hogy minden karácsonykor újra olvasom. Ez egy, nem tudom, 30 oldal. Én meg kb. Minden második karácsonykor. Szintén az ő nyomására. De olyan cuki. Jó is egyébként, tényleg jó. Egy örök jó. Klasszikus, aranyos kis illusztráció. Imádom a rímeket benne. Igen. És az a fordításban is azt hiszem viszonylag jól átjön, én belelestem, és tényleg most már azt néztem, hogy most már csak ennyi a cím, hogy a Grinch. Régen a Görcs volt. A következőt szerintem csak én olvastam. Nem, mert én is. Tényleg, te is olvastad? Igen, tavaly. Ez egy nagyon szintén, annyira szépek a karácsonyi könyvek. Ez a 12 Days of... Nem. Christmas Days. Jeanette Wintersontól, akinek van egy életrajzi regénye. Van több könyve is, meg is jelentek magyarul. Igen. Ez gyakorlatilag 12 novella és 12 recept, és én ezt úgy olvastam pont tavaly, hogy 12-én elkezdtem, és akkor így karácsonyig minden nap olvastam egyet. Hú, akkor még nem vagyok elkésve, mert idén lehet én is szeretném még egyszer. Igen, még benne. Ilyen műfajilag nagyon vegyes sztorik vannak benne, van, ami ilyen teljesen fantasy, van, ami ilyen, nem tudom, szép irodalomnak mondható, vagy hogy is nevezzük ezt. És a receptek is nagyon jók, mert mindegyik a sztori van. Igen. Tehát nem csak az, hogy ennyi meg ennyi ízé kell, és akkor azért, hanem hogy vannak hozzá kis sztorik, úgyhogy ez is egy nagyon jó kis hangulódós olvasmány. Szegény Isti meg csak itt így ül. Nem, én nézegetem, hogy miket kéne elolvasni. Adott hozzá a listához. Na, rengeteg a hiányosságom. Ezt is félbe hagytam, amit most fogsz mutatni. Sajnos. Igen, a következő Matt Haig-től a fiú, akit karácsonynak hívnak, ez egyébként decemberben közös Bútyúk könyvklub könyv is, és elvileg én is újra fogom olvasni. Lehet, nem biztos, majd meglátjuk, belefér-e. Ez gyakorlatilag egy Mikulás origin story. Mikulás eredet történet. Nagyon cuki. Szép illusztrált.
is. Igen, nagyon. Mondjuk a cuki mellé az... Igen, vannak benne részek, ami... De nem ennek van most Netflix-es adaptációja? De, van most Netflix, úgyhogy most magyarul ezzel a borítóval nem is kapható talán. Csak így biztos lesz rajta egy baromi nagy Netflix-es plecsni valahol. Nem, a filmes borítóval. Ja, mi itt mind moziplakát borító ellenesek vagyunk. Igen, ez egy nagyon jó könyv, úgyhogy mindenki olvassa. Igen. Hát a következő, azt nem is tudom, hogy utas. Mutasd egybe szerintem. Ezt egyben mutatom, ezt szerintem a Matilda ezekről már beszélt. Ez egy ilyen vagy nem szép karácsonyi kiadású sorozatka. Jól megmondtam. Pingvines egyébként. És hát ilyen világirodalmi klasszikusoknak vannak benne karácsonyi rövid sztoriai. Az egyike az Louisa May Alcott, ugye a kisasszonyoknak a szerzője, és akkor ebben a kisasszonyokból van egy részlet egyébként, meg még más kis karácsonyi... Jaj, mindenkinek jut el! ...sztorik. Akkor ami Istinél van, az is egy ilyen télapó eredett történet, vagy Mikulás eredett történet. Ez az L. Frank Baumtól a... És ez azt hiszem már megjelent magyarul is, ez a... Nem tudom. Télapó kalandjai, Life and Adventures of Santa Claus. Télenek pedig a Gogol van, az nagyon jó. Igen, ez elég olyan tipikus orosz. Igen. Az pedig igen, a The Night Before Christmas-nak mi a magyar címe? Szerintem van neki, a leírásban majd belinkelem, és oda, ami van magyarul, azt magyarul szoktam, szóval bizony. Ha van magyarul, akkor belinkelem magyarul. És ez pingvines? Pingvines. És fókás is van belőle? Oké. Okay. Akkor a következőt azt azért hoztam ide, csak megláttam a polcon. Truman Capote-nak nekem úgy van meg a Álom luxus kivitelben je, hogy van még benne pár rövid történet, és ebben benne van a Christmas Memory című kis novella. És az is, hát így ennyi a könyvből, szóval nem tudom, 10 oldal, 20, nem tudom. És ez is egy nagyon kis szívmelengető, a karácsonynak a szellemére emlékeztető kis történet, és szerintem ez is megvan magyarul. Tessék, van csak, bocsánat. Mindjárt nézem, mert egyébként itt van előttem, és akkor én itt összeszedtem, hogy mi az, ami megvan magyarul. Hatalmas hiányosságom egyébként, én engem valahogy így mindig érdekelt ez a Capote téma, és egyszer is kezdtem olvasni a... Hú, mi az a... Inkodbladot, igen, az Inkodbladot, de valahogy annyira ilyen lassú lett a közepén, hogy pedig azt mondják, hogy azon túl kell menni, és utána tök frankó. Bocsánat, nem karácsony. Igen. Oké. Oké, okay, következő az egy Tolkien kötet, mégpedig Tolkiennektől a karácsonyi levelek. Ebben ugye Tolkiennek a gyermekeihez írt levelei vannak, de ezeket a leveleket úgy írta, hogy így úgy tett, mintha ő lenne a Mikulás, és ez egy nagyon cuki könyv, és karácsonykor, karácsonyi hangolódáshoz, meg így a karácsonyi érzéseket nagyon jól fölhozza. De én aztán még sírtam is rajta, mert hogy így egy idő után a gyerekei fölnőttek, és nem érdekelte őket már a Mikulás, és azon egy kicsit sírtam. Szomorú. De, és nagyon szép, meg illusztrált, és benne vannak az eredeti levelek szkennyei is. Tehát el lehet olvasni az eredetit is a fordítás mellett. Ez most angol kiadás, de megvan nekünk magyarul is, és akkor abban úgy van, hogy az angol levél, és akkor mellette olvashatóan a fordítás. Tök jó, rajta van, tök autentikus, hogy rajta van a cím. Gyűrödés is. A gyűrödés nem, azt hanem van rajta egy brit cím. Ja. Nem tudom, nem látszik, szerintem nem fókuszál be, de... Így. Tehát, hogy tök jó. Igen, ott van. Én most itt nézem a listám, és Tilda az egyiket elfelejtettük idehozni még hozzá, a karácsonyi éneket, pedig ott van a polcon. Ja, neked is megvan. Na hoppá. Igen. Ez is egy... A klasszikus, az örök klasszikus. Igen. Ezt te is olvastad? Igen, tavaly előtt. Azt hiszem tavaly előtt olvastam, igen. Azt hiszem, kb. Ezt amúgy egyszerre olvastuk. Igen. Hogy volt egy ilyen, hogy mindenki karácsonyi éneket olvasott éppen. Mint amikor mindenki Ready Player One-t olvastam. Igen, igen, igen. Hát az jó, de egyszerre, mert egymás után. Jó, hát ugyanabban a könyvből. Nem igaz, mert én egy könyvből olvastam, ti nyomtátok egy könyvből. Ami az én könyvem volt. Igen, én is egy olvastam. Mindegy. Következő, szerintem ez sajnos még mindig nem jelent meg magyarul, pedig nagyon jó. Seven Days of Us. Ez egy ilyen családregény karácsonykor. Ráadásul most baromira aktuális. Mert hogy járvány, igen. Igen, és karanténban vannak. Egy családot 7 napra karanténba zárnak karácsonykor, mert hogy Afrikából jön haza az egyik
családtag, ahol ilyen nagy járvány van, és akkor ezért vannak karanténban. És egy ilyen klasszikus családra, én tényleg ez a mindenkinek van valami, amit rejteget, és akkor ott ugye össze vannak zárva 7 napig, ezért is ez a címe, és akkor jönnek elő a konfliktusok, igen. Azt nézem, hogy ez a házikó pont olyan, mint az Agatha Christie könyvben a házikó. Tényleg? Nagyon. Na mindegy, de ez is nagyon jó. És akkor, ami még nincs itt, de nekem itt van például a listámon, aki a romantikus könyveket szereti, annak Josie Silvertől az 1 decemberi nap, én azt olvastam. Korrekt, romantikus regény, kicsit szenvedős, úgyhogy ha valaki nem akar ilyen szerelmi, nem tudom, sokszöges szenvedést karácsonyra, akkor ne. Abban nincs film? Nem, szerintem. Illetve amit még felírtam, ez a Hull a Hó nevezetű ilyen John Green novellás kötet lehet, vagy hát igen. John Green, Maureen Johnson és Lauren... nem tudom, hogy ki mondani a nevét. Miracle, az fura Y-nál. Na mindegy. Ez úgy van, hogy ebbe, ugye nekik van hármójuknak egy-egy ilyen kis sztoria, ami amúgy így a végére összeáll, hogy amúgy kapcsolódnak egymáshoz. És egy ilyen nagy hóvihar alatt játszódik. Hát én Tini szereplőkkel. De van belőle Netflix sorozat? Film. Az film szerintem. Film, igen. Uh-huh. Film. És akkor... Most ugrott be nekem is egy karácsonyi könyv. Hát tavaly olvastam a... Az a horror? Aha. Nem, Visitor. A Visitor volt a címe, és a szerző az pedig Gomez, nem? Sergio Gomez, azt hiszem. Magyarországon nem jelent meg, e-könyvben lehet csak megvásárolni, és csak Amazonon. És egy baromi jó könyv egyébként, arról szól, hogy így gyakorlatilag karácsonykor megjönnek az alienek. És egy olyan ilyen útszél igazi amerikai kockásterítős csehónál játszódik a dolog. És több szálon fut a cselekmény, és a több szereplő is így összegyűlik, és így egyszer csak megjönnek az alienek. Nem lővel a point, baromi jó. Nem túl hosszú egyébként, mert szerintem kb. Ilyen 170 oldal környéke lehet, és baromi jó. Eszembe jutott nekem is még egy pont, most olvastam. Az a magyar címe, hogy mert szülni karácsonykor kell, vagy mi? Ja, azt én is pont most olvastam el. Az a... The Night You... The Night You Before Christmas. Igen, The Night You Before Christmas. Adam Kay, azt hiszem a szerző, és ő orvos volt, már nem az, és karácsonykor dolgozott több éven keresztül, és akkor igazából ugye naplójából részletek mindig a karácsonyi műszakról. És az is egy ilyen, egyrészt nagyon érdekes, ilyen betekintés az egészségügybe, hogy ott milyen a karácsony, amire talán nem is gondolunk így a dolgozók oldaláról, aki nincs benne. Másrészt meg jópofa brit humor, úgyhogy az is. És egy ilyen kis rövid, az ilyen, amúgy szerintem karácsonyi ajándéknak is jó könyv, mert egy ilyen kis rövid, karácsonyi, hangulatos. Úgyhogy... És van második része egyébként. Azt hiszem, az most pont most fog megjelenni, vagy most jelenik meg valahol. Most hirtelen másfél, mint eszembe. De nekem van Goodreads-en egy egész ilyen karácsonyi elolvasandó listám, úgyhogy majd még update-en. Akkor áttérhetünk a filmekre? Igen, anyu. Szerintem beszéljünk a legfontosabbról. A Die minden hard. Idők legjobb karácsonyi film. Die Hard. Szerintem... Ne is kapcsolhatod. Nem kell tölni. Pár éve szerintem most már itt szokás, hogy megnézzük, igen. Hagyomány, hogy megnézzük karácsonykor. Én tudni kell, hogy én Die Hard fan vagyok. Tehát én nagyon-nagyon szerettem a Die Hard. Hát az első három részét, a többit... Könyvben is megkaptam. Könyvben is megkaptam, az képregény inkább. Képregénye. Ugye, de még verses is. Úgy van, igen, olyan, igen. Azt mondom, úgy van megírva ilyen verses formában, Die Hard. Die Hard. Minden Die formában. Hard. És pont. Na jó, nem. Nekem egyébként volt egy év, amikor egy csomó karácsonyi filmet megnéztünk, ilyen régieket, 30-as, 40-es évek, és azok annyira jók. Az 2-3 éve volt, emlékszem rá. Mert ilyen egészen más a hangulatuk, mint a mostaniaknak, és így mindegyikben nagyon nagy hó van, ami ugye szívfájdalom, mert itt sosincs már, és mindegyik olyan kis bohókás, ilyen egy teljesen más világ, és fel van írva nekem, egyrészt a Találkozunk Szent Louisban, az egy musical, úgyhogy ezt nem mindenkinek ajánlom. Többeköz nekem sem. Többeköz neked. A karácsony csak a végén van, de ebben van nekem a legkedvencebb karácsonyi dalom. A Have Yourself a Merry Little Christmas. Igen, aztán a Karácsony Connecticutban, az még egy ilyen nagyon jó kis hollywoodi, aranykori, fekete-fehér karácsonyi vígjáték. És az Élet csoda szép. Az egy... Az klasszikus. Az egy csoda szép film. És abból van egyébként rövid történet is. Az alapján van, úgyhogy az a könyveshez is. Basszus, ezt elfelejtettem. Na mindegy. Most mondod. Szóval igen, az Élet csoda szép, abból van novella is.
Illetve még ami ilyen régi, az a Csoda a 34. utcában, és abból van egyébként egy remake is, amiben a Matilda van, vagy hát az a kislány, aki a Matilda kiskorú boszorkányt játszotta, azt még nem láttam. 90-es évekbeli asszal, emlékszek a moziba gyerekkoromban, kim volt a plakátja, ilyen 3D-sbe fönt lógott, tök jó volt. Az eredeti az 47-es, és az pedig arról szól, hogy van egy bácsi, akiről nem hiszik el, hogy ő tényleg a Mikulás, azt hiszik, hogy egy ilyen részeges valag, de közben meg tényleg a Mikulás. Mert a Mikulás egy részeges alak. Ja, az már más kérdés. Az a tapló télapó volt. Na igen. És hát igen, Die Hard. Nyilván. Télapó. És olyan a kedvencünket meg kell említeni. A Love Actually. Love Actually. Jó, igen. Ez egyébként nagyon jó, hogy itt van Isti, mert nekem először Isti mutatta meg a Love Actually-t, és én utáltam gyerekek, mert szinkronosan néztük, és alig bírtam, hát nem is néztük végig. És... aztán utána, amikor megnéztük eredeti nyelven, akkor rájöttem, hogy jó, nyilván hát szét lehetne szedni a mai világban már, mert nem PC, meg nem izé. Jó, de akkor is egy tök kedves történet egyébként. Igen. Tehát önállóan maguk a szálak, oké, hogy így lehetne állnak meg a helyüket pontosan ilyen okok miatt, de egyébként egy tök jó sztori. Tehát meg a világ legjobb jelenet a repülőtéres kisfiúzós jelenet. Kis igen, drága. És ajánljuk hozzá még a... Hány évvel később? 20 évvel későbbi? Vagy hogy volt? Ja, a Red Nose Day. Igen, igen, a Red Nose Day-re készült egy ilyen rövid film, ami ilyen kvázi folytatás. Kivel mi van. Olyasmi, kivel mi történt 20 évvel később, és az is tök jó. Hát azért beszéljünk a 90-es évekről, meg 2000-es évekkel, és az a jó a Matildában, hogy attól függetlenül, hogy egy kisbaba, attól függetlenül ezeket mind megnézi velünk. A Télapú, hát nekünk az gyermekkor. Igen. Reszkesetek betörők! Hát igen. Jó, hát az mindenkinek. Ezt most pont ma láttam a hírt, lesz. Mindenki nyugodjon meg, lesz. Tévénk sincs, de lesz. Ja, tényleg. Vagy nem mondtad, tévétek van? Hát, tévénk van, csak előfizetésünk nincsen, igen. Aztán a szerelem a végzeten, nekünk az... Serendipity. Legjobb. Azt már nagyon rég láttam. Azt meg kell nézni. Hát akkor azt hiszem itt az ideje, hogy azt szerintem egy ilyen alulértékelt karácsonyi romkom. Nagyon igen. Meg leszek én is. Nagyon, fejlítve. John Cusack, meg Kate Beckinsale van benne, azt hiszem, ugye? Igen. Polar Express. Ó, az nagyon jó. Karácsony Arthur. Karácsony Arthur. Karácsony Arthur. Anno, amikor volt egy ilyen előfizetési akció az HBO-nál, akkor az volt a legnagyobb szám, és gyakorlatilag én ilyen napi négyszer láttam a Karácsony Arthurt, és még mindig nem unom. Tök jó. Annyira cuki az is. Mit van még? Hát, ha még romi filmek, akkor a Holiday. Ó, oh, igen, a azt nem szeretem valami. Nem, Cameron Diaz idegesít. Valid point, elfogadva. Ennyi. Charlie Angyalében se volt olyan szimpi, az Édes kisemmiségre jött át, de maradjuk a karácsonyi vonalon. Karácsonyi ének. Abból ugye van egy csomó verzió. Én amit legelőször láttam, az valami mese volt. Nem a Jim Carrey is. De én a Jim Carrey-set szoktam. Ha azt mondom, hogy karácsonyi ének, akkor én arra szoktam. A legtöbben arra. Hát az ilyen motion capture-ös animáció. Nem rémlik? Kicsit horror. Az, amelyik ijeszt. Igen. Jó. Igen. Akkor az. Igen, jó. Igen. De még nem múltkor láttuk, Balázsral néztük az HBO-val egy ilyen négy részes Christmas Carol sorozat. Nem láttam még. Nekem nagyon nem jött át. Abban olyan dolgok voltak, hogy így néztem, hogy mondom. Túltolták, igen, a drámát, olyan drámai szálakat vittek még bele, vagy ilyen múltbeli trauma szálakat, hogy így semmi keresni valója nem volt a sztoriban. Viszont ehhez kapcsolódóan megemlíteném, és azt nem tudom, hogy ti láttátok-e, a magyar cím az, hogy az ember, aki feltalálta a karácsonyt, mert az pont a Dickensnek erről az időszakáról szól, amikor megírta a karácsonyi éneket, hogy ez hogy lett. Nem, a izé van benne, a Downton Abbey-ből a... Csávod, a Dan Stevens, kilopsz vagy ki... képből. Bocsánat, aki most már így a Szépség és a Szörnyetekben is azt hiszem ő benne a Dickens. Na mindegy, az is egy ilyen... A Szépség és a Szörnyetekben ő a Dickens. Nem! Aki benne... Oh, értem. Nem. Szóval igen, az ember, aki feltalálta a karácsonyt, az is egy ilyen nagyon aranyos film. Az a letipnó... Bocsánat. Én fullba nyom. Ugye ez a hullahú... És ez szokott az lenni, hogy fullba nyomja a kretént karácsonyig, és karácsonykor meg tiszta Grinchbe átmegy. Így van. Tanúsítom. Ha már karácsonyi filmek, mi most elában néztünk pár. Emma nagy rajongója. Hát az őszintén mondanám. Ugye van ez a Hova Márk
csatorna Amerikában, trash karácsonyi akik filmek. Nem csak karácsonyiban, hanem minden évszakra és minden alkalomra gyártanak trash cuccokat, amik általában ilyen romantikus, a hazájától elszakadt hölgy hazatér, és újra megtalálja gyerekkori barátban a szerelmet, és vége a filmnek. Van kastélyos is benne, van elárvult, vagy azért elvált szülős is, azok is összejön, minden jó lesz. Az a lényeg, hogy Emma így azért szereti ezeket a cuccokat, és idén belerántott engem is. Hogy de ironikusan meg. Szeretem, azt azért tegyük hozzá, hogy mi ennek úgy szoktunk Tildával, és nekem nézzünk valami jó trash karácsonyi. És ilyenkor lehet azt játszani, hogy bingózunk, hogy mi lesz a vége. Viszont idén úgy jártunk, ugye most a Hallmark ezt kitalálta, hogy kb. Ilyen karácsony előtt hetente 3 filmet kirak. Idén a Hallmark ez a podcast-es volt. Igen, várjál. És megnéztünk egy-kettőt, és van köztük olyan, ami simán jó. Tehát ami tényleg frankó. Jó, picit cringe. A kamerakezeléssel látszik, hogy tévéfilmnek készült. Ennyi. Viszont a szereplők, Lee Thompson, meg Christopher Lloyd, ugye? Uh-huh. Ők a Visszajövőbe szériának, ugye a két, és hát az első résznek a két főszereplője, Martinnak a anyukáját játszotta, meg a Dokit játszotta a Christopher Lloyd, és az a poén az egészben, hogy ez a film is ilyen időutazós szerűség. Az a cím, hogy Next Step Christmas. Így van, Next Step. És amúgy a főszereplő meg az benne, aki a How I Met Your Mother-ben a lány. Én azt hiszem. Nem? Szerintem igen. Igen? Uh-huh. Nem tudom, mindegy. Ez tök jó film. Tehát cringe nélkül merem mondani, ez egy tök jó film, nézzétek meg. Ja. Úgyhogy bele lehet ilyenekbe is futni. Meg hát ugye ott a Netflix és pár éve most már ők is tolják ki magukból a karácsonyi filmeket, több-kevesebb sikerrel. Mi azért a Matildával párom végig szenvedtünk. De mi ilyen már szeretünk szenvedni az ilyen filmeket. Tehát amikor sírva rögsz, hogy úristen! De tavaly csináltuk azt, nem? Hogy valamiket néztünk, és ott már csak azért néztük, hogy csinálhassunk bingót, és aztán a film közben húztuk. Vagy ilyen ivós játékot, nagyon jókat lehet ebből csinálni az ilyen cringe-kari filmet. Ezt anyáikat csináltam. Mi nem iszunk, de ti lehet. Úgyhogy film az azért van. Yeah. De meg sorozat egyet. Az Always Be My Maybe, az nem karácsonykor játszódik? Szerintem nem. Pedig de hideg van, az biztos. Lehet, nem tudom. Ami még eszembe jutott, és azt tavaly néztük, az amúgy könyv alapján van, de az a szerzőpáros, az akitől életem egyik legrosszabb könyvét olvastam, úgyhogy én nem olvasom el, az a Dash és Lily. Igen. Nem tudom, az tíme az Netflixen volt sorozat, az tök jó sorozat. Jó, a végén volt egy kis évad. Vagy valami ilyesmi. Nem tudom, de az tök jó. De az is jó volt. Ilyen minisorozat, nem is volt pár rész. Nem, rövid volt. Die Hardot mindenképpen nézzétek meg. Egy, a Die Hard első része. Vagy érdemes az első Dörner Györgyös szinkronnal nézni, az újakat ne nézzétek, az nem jó. Vagy eredeti hangon, Yippee-ki-yay, motherfucker. Jó, akkor ennyi volt a film. Szerintem igen. De ha még eszetekbe jut, majd beszúrjátok. Jó. És akkor még akkor egy pár játék. Isten. Különleges vendégünk. Különleges vendégünk. Special guest. Hát, az a helyzet, hogy én konkrét karácsonyi játék, jó, nyilván van, de olyan, amit most is meg tudsz venni, már nincs. Mert mint régen a Jazz Jack Rabbitnek meg ilyeneknek voltak kifejezetten ilyen karácsonyi részei, viszont a Quantic Dream nevezettű francia játékfejlesztő brigádnak bármelyik cucca, akármelyik. Fahrenheit, a Beyond Two Souls, a Detroit Became Human, ezek mind baromi jó cuccok, és tök jó benne van ez a karácsonyi vibe, mivel mindegyik játszódik, vagy mindegyik ilyen téli időszakban játszódik. Miért? A Detroit is. Igen. A Detroit is. Hullik a hó, ja. Nagyon arra kérlek. Emlékszem, hogy hullik a hó. Vagy hogy annyit láttam belőle valami jelentetet, mikor játszottatok, hogy hullik a hó. A Heavy Rain-t nem játszottam végig, az is Quantic Dream játék, azt nem tudom, hogy az miért, az talán, mint hogyha az is játszódna olyan részen, mindegy. Ezek ilyen végül is ilyen interaktív filmek, ahol te tudod befolyásolni a történetnek a lefolyását, ami Emma kedvence, mert hogy Dönteni kell, és nem szereti ezeket a dolgokat, de egyébként rettenetesen jó játékok. Én nemrég játszottam a Detroitot végig kb. 4-szer, egy-egymás után vagy a felétől, mert akármerre ki tudod vinni a sztorit, van vagy 10 vége.
jó tartalmas és gyönyörű a grafika. Ők egyébként, ez a Quantic Dream arról híresek, hogy iszonyatosan jó arcmimikás dolgokat csinálnak meg. Tehát tök filmszerű, tök élvezetes bármilyen korosztálynak. Nem, ha nem vagy gamer, akkor is, mert néhány gombot kell nyomogatni. Tehát ez nem... Jaj, ez teljesen olyan, hogy csak választásokat hát csinál. Nem, van benne néhány QTE, tehát van ugye ezek a quick time eventek, amikor így időre kell menni. De akkor olyasmi, mint az Until Dawn, csak... Igen, olyan. Igen. Az is egyébként egy jó opció, ez eszembe se jutott. Az mondjuk az egy horror játék. Meg Szilveszter. De az is egy tök jó játék egyébként, és az is... Ja, az ilyen QTS tud. Hát csak ott ugye nem arról döntesz, hogy ki merre, hanem hogy ki marad életben. Tehát ez egy kicsit komolyabb téma. Ünnepi hangulat. Hát meg tudom, amikor a családi ebéd vagy vacsoránál is próbáld látni, hogy ki maradjon életben. Igen, a harmadik pohár bor után már előkerülnek az indulatok. Igen, akkor mi van még? Harry Potter. Kit kérdeznek? Nem, kezdjük a bulival, mert az gyorsabban megvan. Tehát buli. A buli, egyébként pont ma mondta a nővérünk, hogy az a következő. Igen, meg van egy harmadik is. Valakinek az a nőt is becsaljuk valami apjából. És a buliban van karácsony. Is. Igen. Halloween is, de a karácsony is nagyon cuki, és ott is van hó. Igen? De a buli az a nyílt világos játék, olyan, mint a GTA, csak középiskolásban. Iszonyatosan jó. Rettenetesen jó. Nekem a top 3 játékomban, amivel valaha játszottam, simán benne van. Tehát, még én is tudom, hogy rengetegszer játszottátok, mert... Első platinám volt PlayStation-en. Világ egyik legjobb játéka, és a világ egyik legnagyobb luftja, amit nem csináltak még meg. Kell belőle valami remake, léci. Mindegy, az simán ajánlatos még, meg hát a Harry Potter játékok. Emma most éppen azokat tolja itt szépen végig. Twitch-en, igen. Mippins. Jöjjünk a Mippins, mind a mellett, hogy Falcon is vagyok. Elég tetemes linkek lesznek ott a videóban. Sok link lesz, nem baj. Jó, szóval Harry Potter játék. Majd megspórolom a könyveket. Azoknak van egy ilyen feelingem. Ugyanúgy, mint a könyveknek is megvan ez a kis cozy dolga. Most nem a harmadik résznél jár PC-n tolja. Hát ja, meg igazából a játékok. Jó, ezek ugye főleg olyan kis karácsonyok. Meg maga az életérzés, hogy karácsony van. Ugye minden zárva van, nem lehet menni sehova, és épp ezért jó esetben neked sincs semmi dolgod, és ott fekszel, melletted a karácsonyfa, és csak nyugiba játszott órákon keresztül, így az az érzés. Az. Hát, hogyha választani kéne ezek közül, akkor lehet, hogy vagy ez, vagy a kvantikos cuccokat. Tehát például nekem valószínűleg azért, hogy ilyen erősebb nyomot ez a Quantic Dream, mert hogy a legtöbb játékukkal pont karácsonykor játszottam. Például Emmától kaptam, azt hiszem, a Beyond Two Souls-t, amikor megjelent, hogy mindegy, a lényeg az, hogy akkor játszottam azzal is, meg ilyen tök jó játszani vele, hogy belemész a világába, tényleg jó. Amikor tényleg pont ez, hogy nem mész sehova, otthon vagy, nyugi van, meleg van, kint hideg van, vagy könyvet olvasó, vagy egy ilyen, mégis egy interaktív könyvbe életben magad. Hát röviden ennyi. Jó. Még egy 2 órát tudnék róla beszélni. Annyit nem bír a kamera. Túl technikáznám. Hoz live kell. Majd csinálunk akkor egy live-ot. Jó. Egyszer. Na. Jó. Akkor ez lett volna ez a kis könyv, film, játék. Ajánlunk Emmával és Istivel. Szerintem még itt tudnánk ülni egy órán keresztül, biztos, mert itt a még eszünkbe dolog, de a kamera nem bírja én tartani a lépést. Én blokkolom az agyam, hogy ne jöjjön több film, nem kell több film. De hát majd a kommentekbe kicsacsogjuk, ha még eszünkbe jut valami. Ja. Valóban. Úgyhogy ti is nyugodtan írjátok meg a kedvenc karácsonyi könyveiteket, filmjeiteket, játékaitokat, és majd beszélgetünk róluk akkor a kommentekben. A játékokat főleg, mert érzem, hogy valami fontosat kihagytam. De... Akkor köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára, meg csekkoljátok az összes többi linket, amit lent fogok hagyni a leírásban. És akkor sziasztok, találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok, köszi! Sziasztok.